Egy évvel ezelőtt voltam nálad, és minden, amit mondtál, az úgy történt. Köszönöm szépen. Ez már nem fog kiderülni sajnos, de ezért mondom, hogy a lelkét van veletek van, és rajongásig szeret téged. Én is. És azt kéri, hogy tudja, hogy mennyire fáj a hiánya, de hogy próbálj meg boldog lenni. Lehetőséget kaptam arra. Egyértelmű, hogy a féltékenységgel is társul. De ugyanakkor pedig nehézségek és próbatételek, amik itt szóba jönnek. Egyik napról a másikra felüti a betegség a fejét nála, akár mentálisan, akár fizikálisan. Mondhatjuk azt, hogy Zseninek született, Zseniként élt. Leestem a földre, akkor teljes mértékben úgy gondoltam, hogy én kiléptem az élők sorából. Köszöntjük Önöket Kiskató előadásán! Azért indítottuk el országos előadás sorozatunkat, hogy minél több léleknek tudjunk segítséget nyújtani. A következő 2 órában földön túli élményekben lehet részük. Legyen ez az alkalom egy felejthetetlen, maradandó élmény. Dőljenek hátra, és élvezzék az utazást a csodák világába. És most érkezzen Magyarország legnagyobb médiuma. Itt van velünk Kis Kató. Szikrázó napsütés, ragyogó kék az ég, csak a szívem borús még. Nem tudok boldogan élni, se nevetni, anyámat kell temetni. Ő volt a mindenem, barátom, támaszom, nem enyhül a bánatom. Sokáig szenvedett, kezelték szüntelen, mégis elment hirtelen. Amikor távozott, nem lehettem vele, a szívem szakadt bele. Utolsó éjszaka egymaga szenvedett, magához nem engedett. Nézem a koporsót, lassan leengedik, kötélen leeresztik. Könnyemmel áztatott szárózsa kezemben, szép emlékek szívemben. Zokogva lehajlok, bedobom a virágom, és összedőlt világom. Ezen túl ki lesz, ki vigasztal engemet, ki gyógyítja a lelkemet. Bármikor gondom volt, ő hozzá fordultam, tanácsát megfogadtam. Velem volt akkor is, amikor betegen az ágyamban feküdtem. Most viszont temetem, őt, kit úgy szeretek, és sohasem feledek. Jó utat, anyukám, Isten majd vigyáz rád. Ez itt az utolsó órád. Elköszön tőled most az egész családod, egyszer majd viszont látod. Nekünk még tovább kell élni az életünk, bármi nehéz is nekünk. Szikrázó napsütés, ragyogó kék az ég, a szívem megenyhült rég. Esztendők teltek el, kezdek már örülni, és könnyeim letörülni. Az a célunk, hogy minél több léleknek segítsünk. És most ugye azt a döntést is meghoztuk, hogy a mozgássérültek és a látáskorlátozottak ingyen látogathatják az előadásokat innentől kezdve. Megidézni soha senkit nem szoktam, mert nem tartom ezt jó dolognak. Hogyha a lélek akarja, akkor közvetíti az üzeneteket. És hát akkor nagyon-nagyon nagy csodákba és sok csodába szokott részünk lenni,
kérni persze lehet őket, hogy az elhunyt szerettetek akarja a beszélgetést, akarja az üzeneteket átadni, de erőszakolni semmiképpen nem szoktam őket és ezt a történetet. És ha már erről beszélek, akkor volt egy olyan esetem is, amikor egy anyuka könyörgött azért, hogy beszéljünk az elhunyt fiával, és csak azért mentem bele ebbe a találkozásba, mert ismertem az anyukát régebbről. Eljött hozzám, és teljesen tiszta szívvel állt a történet elé. És mondtam, hogy azt érzem, hogy megfulladok rögtön, és hogy valami beleszúr a torkomba, a nyakamba. Ekkor mondta az édesanyja, hogy a fia felkötötte magát egy kutyanyakörvel ezzel a szögessel, csak ugye befelé állt, és ahogy ugye a fára felkötötte magát, az fúródott bele, az szúrta az én torkomat. Leközvetítettem neki, ugye visszahozni sajnos nem tudom, egy pici vigaszt tudok nyújtani. Ez a vigasz megtörtént, majd amikor elment, akkor utána nagyon-nagyon rosszul lettem, és éreztem, hogy valami még van. És már épp azon töprengtem, hogy felhívom őt, és beszélek vele, mikor ő maga hívott engem, és mondta, hogy hát a fiúnak a barátja szeretne velem beszélni. És mondtam, hogy na hát pont most akartalak hívni, azért, mert maradt még itt valami, aminek még nincs megoldása. És akkor megbeszéltem vele, hogy a fiú föl fog hívni, föl is hívott. Én elhatároztam magamba, hogy biztos, hogy nem fogok mondjuk csütörtökön senkit fogadni. És hát természetesen ennek a fiúnak csak a csütörtök volt jó. Úgyhogy nem én irányítom a dolgokat, és mondtam, hogy na, biztos, hogy nem fog pont akkor jönni, amikor az én sorozatom van, tehát nem. És erre mondja a fiú, hogy neki csak a csütörtök 5 óra jó. És hát fogadnom kellett. Épp, hogy megérkeztek, a lámpa elkezdett rezonálni, már ugye adta a jeleket, épp, hogy a fiú belépett a szobámba, akkor rögtön mondtam neki, hogy mi ez az alsó nadrág. Ugye kicsúszott így a számon. És akkor így rám nézett dermedten, és mondta, hogy hát van egy ilyen történetük nekik kettőjüknek, amiben az alsó nadrág fontos szerepet játszott. Majd leült az ágyra, és akkor jött gyönyörűen a közvetítés, mondom, hogy hát elcseréltétek az órátokat. És akkor mondja, hogy igen, hogy elcserélték az órájukat. Tehát itt se volt még gond, gyönyörűen ment a beszélgetés. Majd a fiú elkezdett erőszakoskodni, hogyha itt van, akkor mutassa meg, hogy ő hogy szokott elköszönni. És mondtam, hogy hát ez ugye nem így működik. Ami a léleknek fontos, nem biztos, hogy az volt nekünk is fontos, és úgy fordítva. És mondtam, hogy ne erőszakoskodjon, mert ez nem lesz jó. És abban a pillanatban az égő eltúrant a lámpában, tehát már jelezte, hogy innentől kezdve elszabadultak a dolgok. Az anyára rájött egy ilyen görcsroham, és elkezdett artikulátlanul más szavakat használni, úgyhogy nem is értettük. Egy borzalmas jelenetet élhettem át, pontosan olyat, amilyen a horrorfilmekben látható. Tehát nem feltétlenül fikció, amit ott látunk, tehát mindegyiknek van igazság alapja. És én undorodom a hányástól, és természetesen az édesanyja összehányt mindent, és nagyon-nagyon rosszul voltam. Hát ez ott meg micsoda? Milyen lánykérés várható? Az én vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most fogok összeesni mindjárt. Gondolom, most mindenki kíváncsi, hogy ez kitől van. Merjem, vagy nem merjem? Kíváncsiak vagytok rá?
a világ legszebb lábú nőjének, remélem egyszer megismerhetlek. Köszönöm szépen. Köztetek ül az illető? Esetleg? Hol az a királyfi? Hú, mindjárt kicsit visszatérek, csak még remeg mindenem. Én még nem kaptam ilyen gyönyörű csokrot. Aztán majd hát, ha kiderül, hogy kitől. Tehát visszatérve, ahogy az anyuka elkezdett hányni, a fiú megijedt, és utána ő bocsánatot kért tőlem, hogy ne haragudjak, és amint kimondta a bocsánatot, abban a pillanatban az egésznek vége szakadt. Ekkor az édesanyja így feleszmélt, és elkezdte nekünk mondani, hogy Úristen, belém szállt a fiam lelke, Úristen, belém szállt a fiam lelke. És elkezdett engem ölelgetni úgy hányásos ruhájában. Úgyhogy erőt próbáló volt, de ez a legjobb példa arra, hogy soha nem szabad erőszakoskodni velük. Aztán most mutatnék nektek fényképeket, ott is megújítottuk a képeket, hogy még több mindent tudjak mesélni nektek. Itt a bekarikázott részben teljes mértékben kivehető, mint Szűz Mária előre boruló arca, tehát látni még a kis fején lévő leplet is. Ez egy jó kis emlék számomra, ami nekem hatalmas nagy boldogság volt, hogy Úristen, én újságban szerepelek, aztán pár évre rá már egy egész oldalnyit kaptam, és ez hatalmas nagy büszkeség a számomra. Szintén egy újságcikk, itt ennek a története az volt, hogy volt nálam valaki, akinek észrevettem, hogy az én hintaszékembe ül a kutyája, le is fotóztam, és utána ebből született egy újságcikkünk. Folyamatosan húz a tekintetem oda középre, és te már tudod, hogy rólad beszélek. Oda van egy üzenet már is. Van mögötted egy férfi, katona ruhában van. És azt mondja, hogy ő papi. Igen, az apukám. Vele álmodtam, soha nem álmodtam még. És most pont őt kértem, hogy nem tudtam tőle elbúcsúzni. Egy nagyon-nagyon jókedélyű ember. Igen, ő nagyon imádott mulatni, énekelni. Igen. És nagyon sok története van neki. Miért emlegeti? Jugoszláviát? Határőri katona volt. De ott? Igen. Kell lenni több jel. Ha valakinek még lesz ilyen, akkor azt úgy is oda fogom szúrni. Azt már tudom, hogy aki az első, akit viszek magammal, ez te vagy. 2 éven belül elvesztettem anyut és aput is. És csak annyit kérdeznék, hogy együtt vannak? Nem értem a jelképet, igen a válasz. A jelkép pedig valami piros szallag, piros masni, hogy össze van kötve a kezük. Tehát ez pozitívum. Tehát együtt vannak. Piros szalaggal kötötte el anyu a apunak a dolgait, amit beraktunk a sírjába. És az anyunak ugyanúgy pirossal kötötte át. Anyu ugyanúgy megkapott mindent, ahogy apunak megadtuk. Nem látom tisztán, de mintha rendőr autót látnék. Balesetbe halt meg, autóbaleset. Veled van, és marad vele, és hálás érted. És akik melletted ülnek, őket szeretném másodiknak magammal vinni. Igen. Ők hoztak el különben. Na, ilyen az, amikor rábízzuk Istenre magunkat, és köszönöm jönnek a csodák. Köszönöm. Szívesen. És ez az 5. sor 23. parcellája. És anyukám 5. hó 23-án ment el, és én körülbelül a halála után 3 héten keresztül 2:30-kor ébredtem fel.
Nem tudom, hogy ennek a 23-as számnak van-e külön üzenete, vagy neki külön nekem. Ő halála előtt 8 évet, visszamegyünk halála előtt 8 évet, ott van az a probléma, amibe úgymond belebetegedett. Tehát ami emésztette őt. Sárga rózsát kért tőled. Szerette? 300 sárga rózsát kért tőled. Biztos, hogy ennek is megvan a jelentés, hogy mi a hármas. És igen, a kérdésedre a válasz, van a számoknak üzenete, ezt a neten el tudod olvasni. Az üzenet a számodra az, hogy végre jó lenne, hogyha a saját életedet élnéd. Mert mindig mindenkinek behódolsz, mindig mindenkinek segítesz, és te magadat háttérbe szorítod. Már kidobtál az ablakodon 13 évet. Ezt te tudod, hogy mit jelent. Igen. De ott a támogatás melletted, de ideje most már saját magadat rendbe rakni. Az a baj, hogy annyira össze-vissza beszél, hogy nem értem. Tehát aki veled van, az halála előtt valami nem stimmelt neki a gondolataival, tehát ott a zavarodottságban és az össze-visszaság, meg a múltbéli dolgok. Úgyhogy ezt nem nagyon tudom tisztába rakni. De akkor adjuk meg az esélyt, és te vagy a harmadik, akit viszek magammal, hogy megfejtsük. Jó. Köszönöm. Azt mutatja, hogy 36 éve bánkódsz. Itt a bizonyosság, hogy veled van és támogat. Melletted egy holt lélek gyermek rajzolódik ki, egy meg nem született gyermek. A derekadat fogja közre, tehát azt jelenti, hogy derékfájásokkal küzdködsz. És már régóta. Nem haragszik a lányodra, úgymond megérti. Szerette volna ő is, hogy ők együtt legyenek, de voltak ott olyan problémák, amik nem stimmeltek. Tehát semmi harag nincsen felé. Ám melletted holt lélek férfi. Nagyon-nagyon sűrű őszhaja van neki. Megvan? Apukám. Egy kockás, apró kockás inget mutat, aminek bordó az alapszíne. Igen. Azt mondja, hogy végre túl vagytok a nehézségeken. Remélem. Tehát, hogy most már olyan kemény volt az utóbbi 4 év, amiben majd belepusztultál, de túl vagytok rajta. Ez az üzenet. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy valamelyik nagymamám az, aki mellettem van. Aki kalácsot sütött? Kalácsot? Hát... Fonja a kalácsot. Csinált kertésztából sütemény? Szeretett sütögetni. Tehát ez a nagymama van veled, aki szeretett sütögetni. A betegséget azért kaptad, hogy végre magadra összpontosíts és magadra figyeljél. Tehát mutatja a ragyogó fényt melletted, ami nem azt jelenti, hogy eltávozol, hanem azt, hogy jön egy teljesen új időszámítás, és hogy ki tudsz teljesen gyógyulni. 1 év, 4 hónapon belül jön a gyermekáldás. Az, hogy most ő addig megszületik, vagy a hasadban van, az már egy másodlagos kérdés, de 1 év, 4 hónapon belül. Úgyhogy majd kérem az ultrahangfotót. Oké, köszönöm. Mindig a legerősebb jelenlét, aki úgymond ilyenkor megragadja az alkalmat, és próbál úgymond kommunikálni. Az apukád mellett köhögés mutatkozik. Megvan, hogy mit jelent? Igen, az más volt. Ő a legerősebb jelenlét. Meg akartak kímélni, tehát nem akarták, hogy lássad, amikor ő nekik itt van az utolsó óra, és kilépnek a testükből. Tehát ez gyakorta előfordul, hogy akadályokba ütköztök pont azért, mert az ő kívánságuk ez, hogy nem akarja, hogy úgy emlékezzél rá. Tehát egyik őjük sem. A férjed az... onnan szív probléma, a szívem fáj tőle, nehéz légzés, mellkasnyomás, amit érzékenek, és túlagyalta a dolgokat. Ez így igaz. Azt kéri, hogy utazz el Balatonra. Holnap oda megyek. Hát ennyi. Akkor ő még nem született újra. Nem, még nem. Nekem született egy unokám, akit úgy érzek, hogy a volt anyósom lelke van benne. Nem tudom, hogy jól érzem-e, hogy így van-e. Egyébként nagyon édes volt, mert 2 hónapig be nem állt a szája. Tehát 2 hónapig folyamatosan beszélt hozzánk, ugye?
Igen. Egyébként egy évvel ezelőtt voltam nálad, és minden, amit mondtál, az úgy történt. Köszönöm szépen. Most jó bereklámoztam, amikor már nem fogadok senkit. Ebben az évben megtalálom-e azt az embert, aki hozzám illik? Vagy mikor? Én is keresem a rózsacsokor tulajdonosát. Szeretném azt mondani, hogy igen, de mivel te sokkal magasabb szinten vagy, mint az átlag, és ugye akik spirituálisan fejlődünk, egyre nehezebb megtalálni a társunkat. Az egyik az 100%-ig biztos, hogy egy nagypapa, aki visszajön. Alacsonyabb vagy... Mert az a baj, hogy páromnak nekem is a nagypapám eltávozott, mert... Ez egy bal lábát fájlaló nagypapa. Igen. Ő az egyik. A másikról nincs információ. Köszönöm szépen. És sok boldogságot. Köszönöm. Nektek. Az meg lesz. Meg fogod kapni. Köszönöm ezeket szépen. A dolgokat. Köszönöm. Egy éve pánikbeteg vagyok, és ezt szeretném megkérdezni, hogy ez miért van. És hogy el fog-e múlni valaha. A pánikbetegséget te magad tudod kezelni. Én tudom rá ajánlani az Orbánc fűcseppet. Ezt patikába, drogériába lehet kapni. És nagyon-nagyon hatásos. Illetve a pánikbetegség az mindig összefügg a szeretet hiánnyal. És azzal, hogy nem vagyok elég jó, és félek az emberektől. Önbizalom hiány, szeretet hiány. Pedig én nem látok semmi kirívót rajtad, amiért ne lehetne téged imádni. Úgyhogy tessék összeszedni magadat, mert egy cuki, de cuki fiú vagy. Köszönöm szépen. Ez már nem fog kiderülni sajnos. De ezért mondom, hogy a lelke itt van, veletek van. És rajongásig szeret téged. És azt kéri, hogy tudja, hogy mennyire fáj a hiánya, de hogy próbálj meg boldog lenni. Miért mutat egy emléktetoválást? Van tervbe? Akart. Legyen. Szeretett volna. Legyen. Rajtod legyen ő miatt. Már megnyugodott. Már nem zavarja őt, hogy nem vitted haza. Szomorú egy fiú miatt, ez mit jelent? Fia miatt, igen. Összevesztek, amíg nem halt meg azelőtt a fiával. Ez bántja őt a legjobban. Kettőtöke hatással van, tehát a párodra is és rád is, és minden olyan nagyon-nagyon nehezen megy akadozva, amit észrevesztek, meg a gerinc mentén ott van végig a fájdalom, lapockádba török, csuklyás izom be van állva, teljesen mindegy, mennyit alszotok, nem alusszátok ki magatokat, tehát ezek, amik megjelennek, meg nekem az otthonotokon belül sem tetszik valami. Tehát ezt rendbe kell tenni, és utána minden ki tud körülöttetek virágozni. Tovább megyünk, ide is van egy üzenet, ide a zenikőnek. Már megint nem vagy jó úton. Már megint nem tetszel. Ne gyötrődjél, szedd össze magad, higgyél magadban, mert már megint vérzik a szíved. Annyira csoda csaj vagy.
ne hagyd magad, hogy eltapossanak. Mert megint ez a helyzet. Tessék felébredni. Dávid segít. Fogja a kezed. Miért mutatja azt, hogy valami nagy dolog előtt álltok? Megvan? És hogy vágjatok bele, mert kell, mert jó és szükséges. Jó, én nem értem, én csak átadom. Azt mondja, hogy borzasztóan igényli a talpra esettségedet és a vagányságodat. Megvan, hogy ez mit jelent? Hogy kiállsz magadért. Hogy tudod, hogy mit akarsz. Hogy ott vannak előtted a célok, és el is éred. És hogy ő nem ilyen volt. És hogy ezt úgymond irigyli tőled. Tehát ez pozitívum. Kiskorom óta én is érzékelek, néha látok, néha hallok, néha csak érzek, hogy van-e értelme ezzel foglalkozni. Amelyikőtökben megjelenik ez a gondolat, mindenképpen kell vele foglalkozni. Félni és megijedni nem kell tőle, lezárni nem kell, mert őt se lehet, és erőltetni sem lehet, ez jön magától. És ugye itt még hozzákapcsolódik az is, hogy minél tisztábban étkezünk, mondjuk a glutén, a fehér cukor, a sima étolaj mellőzése, és ugye minél kevesebb adalékanyagos terméket fogyasztani, akkor ezek a képességek erősödnek. Mikor leszek igazán boldog? Gyere, hagyj öleljelek. Hamarabb, mint gondolnád. Nagyon szépen köszönöm. 3 hónap, és rendbe jössz. Ugyanez a kérdésem, mint a húgomnak. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban benne van a szeretet hiány, az önbizalom hiány. Ez ugye több mindennek köszönhető. De a boldogság nem másban kell, hogy keressük, hanem önmagunkban. Tehát ameddig mi magunkat nem szeretjük, addig nem leszünk boldogok. De itt mind a két lánynál azt mondom, hogy hamarabb jön a boldogság megtalálása, mint gondolnátok. Most először is kellene találni valami olyan hobbit, amiben ki lehet teljesedni, ami boldogságot ad, ami úgymond a lelketeket felemeli, és akit az előbb megöleltem, ott egyértelműen valami művészet jön. Tehát, hogy művészettel kellene foglalkoznod, és abban kiélni magadat. Nálad is azt tudom mondani, hogy igen, hamarosan. Hamarosan megtalálod önmagad, és ez nem évek, ez csak pár hónap. És neked külföld áll kilátásba. Ruhákat mutat és varrást mutat. Mit jelent? A papám vart sokat. Az igen. Azt kéri, hogy ezt te is gyakoroljad. Mert van hozzá kézügyességed, és sokra tudod vinni. Tehát ez az üzenet te feléd. Meg fogom találni a megfelelőt, mert valahogy nagyon nem jön össze. Létrehozok egy spirituális társkereset, hogy látod. Igen. Köszönöm. Igen, nálad itt 7 hónapot mutatnak. Köszönöm. Az a baj, hogy egy része ott van, hogy meg akar gyógyulni. De másrészt meg begörcsöl állandóan, tehát rágörcsöl a dolgokra, és itt van a hiba. Mm. Tehát, hogyha ezt el tudja engedni, és úgymond rá tudja magát Isten tenyerére helyezni, hogy minden úgy lesz, hogy Isten akarja, akkor igen, akkor még van ideje neki. Azt kéri apukád, hogy táncolj. Néptáncoltam. Táncolj? Igen. Még táncolj, sokat táncolj, és a szobádat át kell rendezni. Rendben, köszönöm szépen. Szívesen. És süssél.
te süssél lángost. Igaz, hogy nem tudsz, de süssél de lángost. Tudok. Azt mondja, hogy megkeményedik. Ez igaz. Mondjuk. Mármint a lángos. Igen. Ez igaz. Mondjuk. Jó, köszönöm szépen. Itt a gyomroddal vannak problémák, a hasnyálmirigynél van gyulladás. Nem kell megijedni, ez csak egy figyelmeztetés, oda kell figyelni rá, és lehet változtatni. Csak az a baj, hogy az apukának a betegségeit elkezdette magadon érezni és hordani. Ezért mondom, hogy menj el orvoshoz, teljes kivizsgáláshoz, mert nagyon-nagyon sok fájdalom van a testedben. Tehát olyan, mintha így kerékbe lennél törve folyamatosan. Állandó fáradtság, állandó kimerültség van. És hiányzik az a felszabadult jókedv. Pedig mindent megteszel, hogy meglegyen, de valami gátolja. Szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan eljöttetek és megtiszteltetek a jelenlétetekkel. Úgyhogy hálásak vagyunk nektek nagyon. És hát akkor jöjjön a kedvenc mottóm, hogy egy dolgot sose felejtsetek, hogy mit viszünk magunkkal a sírba. Csupán három dolgot. Az emlékeket, a tudást és a szeretetet. Köszönöm szépen. 8 évvel ezelőtt van egy hatalmas, nagy sorsfordul az életedben, de ha a sorsfordulatot nézzük, akkor tudom úgy is sorolni, hogy megjelenik a 9 éves korod, a 15-ös, a 21-es, a 24-es, a 29-es, a 33-as, illetve innen egy évet visszaszámolunk, tehát ezek a hatalmas nagy sorsforduló pontjai. Nem fog tetszeni, amit most mondok, de azt kéri, hogy legyen egy új kutyusod. Ő ezt akarja. Halála előtt küzdött ilyen érzésekkel, illetve a gyógyszert is megjeleníti. Boldogtalanságot mutat. És egy hosszú évekig gyötrődött. Hát számít sokat. Miért mutatja ezt a 8 év totyorgást? Mi ez? Totyorgó állapotodban vagy? Igen. Jó. Úgyhogy most ez a feladat. Egy zsemleszínű, új kiskutya. És akkor visszatér hozzád. Jó, köszönjük szépen. Nagyon köszönjük a lehetőséget, és mindenkinek üzenem, hogy nekem először Balassagyarmaton volt veled szerencsém, és én nekem az életem nagyon megváltozott, mert megkaptam mindent, onnantól fogva egy oldást, ami eddig nem sikerült, és én ezt most nem dicséret, meg nem szemtőzem, de én az oldalonnal is leírtam, és mindenki, aki teheti, az utolsót is adja oda, mert megváltozik az életem. Köszönöm. És egy csoda vagy.